Egyfelől van egy emlékévünk, a Babics halálának a 80. évfordulója van. Nehezen mondanám ünnepnapnak, mert még csak a halála volt, de én azt gondolom, hogy egy fontos évforduló, és nagyon fontos számunkra, hogyha már a névadunkról van szó, akkor valamilyen szinten mi is bekapcsolódjunk az emlékévbe. Tettük ezt 2016-ban is, akkor még ugye nem voltunk hivatalosan se színház, se társulat, de ott született gyakorlatilag a Babics Mihály Színháznak a magja, Ugye abban az ébe adtuk elő, mutattuk be, készült el itt a Babics Mihály emlékháznak a kertjében a Jónás könyve előadásunk, úgyhogy ez öt éve történt, és akkor eltelt megint öt év, akkor arra gondoltam, hogy egy másik Babics művel szeretnénk kicsit adózni névadunk kultusza előtt, és akkor hát nekem már régóta ott volt az eszembe Babics Mihály a című műve, és én azt gondolom, hogy Szilárd szemében meg is volt az az alkotótárs, akivel el tudtam ezt képzelni a színpadon, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden adott volt. Adott volt a kerekéforduló, adott volt a mi vállalásunk, és adott volt egy fantasztikus fiatal színész, akivel azt gondolom, hogy ezt az előadást létre lehetett hozni, meg lehet, meg lehet, valósítani, úgyhogy mindenképpen ez egy fontos vállalás, fontos évforduló, és reméljük, hogy egy nagyon fontos előadása lesz ennek a színháznak. Nekem mindig is ilyen régóta rejtett vágyam volt, hogy egy monodrámát elkészítsek, és szerencsére, hát Ádám megtalált engem ezzel a nagyszerű feladattal, és, és méghozzá egy olyan, egy olyan monodrámát vettünk elő, ami, ami, ami nagyon kapcsolódik hozzám. Én nagyon szeretem az ilyen mély pszichoanalízises darabokat, ahol, ahol így a, a tudat határait feszegeti a téma. És színészileg én nagyon tudok kapcsolódni ehhez a témához, nagyon izgalmasnak ö, találom, és ö, Ádámmal is nagyon harmonikusan tudunk dolgozni az előadás, vagyis a próba folyamat alatt, és, és azt hiszem, hogy, 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 hogy ö, tudjuk egymást ö, inspirálni nagyon. Ebben az ügyben. Nagyon nagyon izgalmasnak találom még azt az utat, amit bejár a főhős. A, a detektív attitűd, a, a szerelmi attitűd, a kétségbeesés, a, a komolyság, a lazaság, vagy éppen a, a, a gödör legmélye, amikor minden ilyen ösztönös és ilyen ősi. Ö, ilyen energiák, ahogy így följönnek belőle, és, és, ahogy azt közvetíti, és ahogy hatással vannak rá, és ahogy maga ez az álom valóság közti határt mezgyéjén ugye mozog, és, és hogy egyre inkább őrül bele abba, hogy, hogy nem tudja eldönteni, hogy akkor most melyik a valóság, és melyik az álom, melyik énje az igazi, és melyik, amelyiket csak álmodja, és, és ezek színészileg nekem iszonyatosan izgalmas energiákat tartalmaznak, és feladat, nagyon izgalmas feladat.